Semmit a Honvéd egészségpénztár tagjainak megsegítéséért címmel. Parancsoljon! Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt államtitkár úr! Mint az közismert, a Honvéd egészségpénztár tagjainak 1,8 milliárd forintnyi megtakarítása ragadt bent Budakest brókerház tulajdonosai által birtokolt BRB banknál. A milliárdos nagyságrendű összeg hiányában a Honvéd egészségpénztár működése megbénult, ami több mint 27 ezer katonát, honvédségi rendvédelmi és nemzetbiztonsági dolgozó egészségpénztári befizetését érinti. Tehát legyünk egészen konkrétak, eltűnt az a pénzük, amit megtakarítási célra tettek félre. A miniszterelnökség már több szóbeli, írásbeli kérdésemre és interpellációmra adott válaszában kifejezte egyébként az elkötelezettségét a tagok megsegítésére. De sajnos azt kell mondjam, hogy a szép szavak és gesztusértékű politikai üzeneteken kívül semmi más konkrét megnyilvánulás nem történt ezügyben, a tettek sajnos elmaradtak. Amikor legutóbb írásbeli kérdésemben az üggyel kapcsolatban a konkrét kormányzati intézkedésekről kérdeztem a miniszter urat, akkor válaszában egyetlen konkrét intézkedés sem tudott megjelölni. Nyilvánvalóan azért, mert semmilyen intézkedés nem történt, ez szemmel látható. A válaszának egyetlen új eleme volt, mégpedig egy megállapítás, miszerint idézem, a felszámolási folyamat lezárása akárhogy is végződik, új helyzetet teremt, és remélhetőleg közelebb visz a megoldáshoz. Tehát ezért kérdezem államtitkár urat, hogy ezt a választ úgy kell-e értelmezni, hogy a felszámolási eljárás lezárásáig semmilyen lépést nem kívánnak tenni a katonák, honvédségi, rendvédelmi és nemzetbiztonsági dolgozók érdekében, hogy mielőbb visszakaphassák a pénzüket. Kérem, fejtse ki, hogy reményeik szerint miként fog közelebb vinni a megoldáshoz a felszámolási folyamatnak a lezárása. Államtitkár úr, azt kell mondjam, hogy egy éve semmi nem történt az ügyben, és azt gondolom, nagyon sokszor elhangzik, hogy meg kell becsülni a katonák, honvédségi, rendvédelmi és nemzetbiztonsági dolgozók munkáját, ezzel kellene azt gondolom kezdeni, hogy visszakapják a pénzüket, és az állam igenis helytáll ilyen esetben. Várom válaszát, köszönöm. Köszönöm. Csepregi Nándor államtitkár úr válaszolt. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselő asszony, köszönöm szépen, hogy kérdésével ismét nyomatékosította, hogy elkötelezett a rendvédelmi szakemberek pénzének visszaszerzése érdekében, ahogyan a kormány is az, és azt képviselő asszony is nagyon jól tudja, hogy a kormány több körben vizsgálta, többek között az ön javaslatára is, hogy a hazai jogszabályok adta lehetőség között van-e arra mód és lehetőség, hogy a kvesztorkárosultakhoz hasonlóan megadjuk ezt a lehetőséget. Azóta annyi változás történt az ügyben, hogy 2016. február 5-én a Honvéd Egészségpénztár honlapján megjelent egy közlemény, amely szerint a küldöttek döntöttek arról, hogy csatlakoznak a Prémium Egészségpénztárba. Ez a korábbi AXA néven ismert egészségpénztár volt. Ettől kezdve a BRB bankkal szemben fennálló 1,8 milliárd forintos összegű követelés érvényesítése a felszámolási eljárás végén ennek a Prémium Egészségpénztárnak a feladata és a lehetősége lesz. Én azt szeretném kérni öntől, illetve önön keresztül az MSZP frakciótól, hogy ne csak az ilyen felszólalásokban legyenek elkötelezett támogatói a pénzügyi rendszer megtisztításának és a pénzügyi közvetítői rendszer átláthatóvá tételének, hanem akkor is, amikor szavazni kell erről a parlamentben, mint ahogy példa volt erre 2015. július 9-én, amikor az MSZP egyöntetően leszavazta az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítő rendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosítását. Köszönöm meg tisztelő figyelmét. Tisztelt Országgyűlés, Farkas Gergely képviselő úr, a Jobbik képviselője kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszteréhez. Miért nem áll ki a kormány a külföldön dolgozó magyarok érdekeiért címmel? Tessék! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr! Tudjuk nagyon jól, hogy az elmúlt években több százer magyar ember vándorolt ki nyugat-európai országokba. Legtöbben Nagy-Britániába és Németországba mentek, de a fő úti célok közé tartozik Ausztria, ahol a tavalyi évben már több mint 70 ezer honfitársunk is dolgozott. A Jobbik értelemszerűen mindig is annak pártján volt, hogy itthon kell olyan országot teremteni, hogy megadja a boldogulás lehetőséget.